megfogok egy zászlót, végig sétálok vele a zebrán, aztán ott leteszem a másik tárolóban, ahol ott van a táblára ráerősítve. Ilyen egyszerű a gyalogos vagy zebra zászlónak is nevezett találmány használata, amit külföldi példák alapján gödöllői civilek honosítottak meg Magyarországon. Tőlük leste el az ötletet néhány diósdi lakos is, akik még decemberben helyeztek ki a sokak által ismert láthatósági mellényhez hasonlító zászlókat a város veszélyesebbnek ítélt gyalogátkelőihez. Vannak lámpa nélküli zebrák, átkelők, nem csak Diósdon, az egész országban, és ezeket szerettük volna egy kicsit láthatóbbá tenni az autósok számára, azzal, hogy a gyalogosokat láthatóvá tesszük. Én nekem nagyon tetszik ez az ötlet, aki ezt kitalálta egyáltalán. Nagyon egészséges, mivel itt van az iskola is. Én a férjemtől hallottam legelőször, hogy ki vannak téve a sarkon a zászlók, úgyhogy én utána szembesültem vele, és nagyon-nagyon tetszik. És biztonságos, ám bár én legalábbis az én saját tapasztalatom az, hogy a autóvezetőkkel semmi gond nincsen, mert megállnak, úgyhogy átengedik az ember, de mindettől függetlenül nagyon jó. Van olyan, amikor azért figyelniük kell, mert én is eléggé szoktam megijedni, mert nehogy elissenek, meg vannak olyanok, akik elég gyorsan jönnek erre felé, szóval hát, de ez most nagyon jó dolog, hogy most ide tettek ki ilyen zászlókat. Gyakran tapasztaljuk azt, hogy nem állnak meg az autósok a zebránál, tehát ez is. A másik az, hogy Diósdon híresen rossz a közvilágítás, és azért a zebrák is nagyon sötétek. Tehát mindenképpen szerettük volna, hogyha ezt egy kicsit akkor egy ilyen jól láthatósági mellénnyel egyébként megoldjuk. A szervező elmondta, noha, ahogy máshol, úgy Diósdon is már több zászlót elloptak az alig egy hónap során. Ennek ellenére hosszú távon tervezik, hogy biztosítják az utánpótlást a biztonságosabb közlekedés érdekében. Sőt, a helyi iskolában még egy oktatást is terveznek a zászlók rendeltetésszerű alkalmazásáról, többek közt felhívva a figyelmet arra, hogy zászló ide vagy oda, érdemes továbbra is körültekintőnek lenni. Mert az egy dolog, hogy ugye van a zászló, de hogy ez nehogy hamis biztonsági érzetet keltsen, ezért érdemes őket okítani arra, hogy tényleg várják meg, mielőtt azért még átengedik őket az autósok, ne csak a zászlóval azt gondolják, hogy akkor már mehetnek is.